A szűkölő kínálat miatt nő a magánszemélyek és a kereskedések által kínált használt gépkocsi ára, bizonyos modellekért akár 15%-kal kell többet fizetni októberben, mint évelején. A kereslet egyre nagyobb. Ennek köszönhetően 9 hónap alatt 616.564 gépkocsi cserélt gazdát. A piac két évvel ezelőtt, 2019-ben ért történelmi csúcsra, akkor 800.000-nél is több gépkocsi cserélt gazdát Magyarországon egy év alatt. Az idei növekedés 2020 első 9 hónapjához képest 4,5%-os. A használt autók iránti kereslet az év végéig sem torpan meg, ugyanis az értékesítésekre jelentős hatással bír az új autópiacon tapasztalható trend. A gyártás és a kiszállítás jelentősen lelassult a világ összes márkáját érintő csíphiány miatt, amely becslések szerint leghamarabb 2022-re, rosszabb esetben 2024-re szűnhet meg. Emiatt sokan választottak használt autót, ugyanis akik nem tudják kivárni az akár egy, másfél éves szállítási időt, azoknak a másodkézből származó gépkocsi a megoldás. A jelentős keresleti többlet árfelhajtó hatású, bizonyos népszerű használt autó modellek ára 15%-kal is nőtt az elmúlt bőfél év alatt. A prognózisok alapján az árak még nincsenek csúcs közelben, tehát további növekedés várható. Az első 9 hónap alapján a használt autópiacon legtöbben alsó, közép-kis autó vagy felső-közép kategóriájú modelleket kerestek. Az átírt gépkocsik 75%-a 10 évnél idősebb volt. Az előzetes becslések alapján a hazai autóállomány 14,7 éves átlagéletkora tovább romlott.